Kétnapos nemzetközi konferenciát szerveztek Felső Zsolcán a helyi önkormányzatok és egyéb szervek árvízvédelmi felkészültségének segítésére. A szakmai napot egy szlovák konferencia előzte meg májusban. Ennek folytatása a Miskolci Egyetemmel együttműködő projekt. A 18 előadás során a határon túli előadók célja volt egy átfogó módszertani útmutatás ismertetése a helyi hatóságok számára. Árvízzel kapcsolatos tevékenységet nagyon sok szempontból lehet elemezni, felkészülni rá, lebonyolítani. Miután ennek a projektnek a fő partnere a Kassai Egyetem, a alpartnere a Miskolci Egyetem, két oktatási intézmény, tehát óhatatlan, hogy nekünk nem biztos, hogy feltétlenül a kutatásnak kell lenni a fő csapás iránynak, hanem az oktatásnak. És ilyen értelemben a teljes tevékenységünk egy oktatás alapra helyeződik, aminek az volna a lényege, hogy azokat az információkat, ismereteket, amit össze tudunk gyűjteni, azokat, amit mi magunk megszerzünk kutatási tevékenységként, azt megpróbáljuk nagyon sokrétűen továbbítani a felhasználók felé. Itt az első számú célközönség a polgármesterek, jegyzők, árvízvédelemmel foglalkozó helyi szakemberek, de természetesen az árvízvédelemmel foglalkozó, vagy árvízvédelemhez köthető egyéb szervezeteknek a tevékenysége is ebbe beletartozik, tehát az ő informálások szintén a része ennek a tevékenységnek. Ennek a projektnek nem az a feladata, hogy teljesen új és kidolgozatlan és megvalósíthatatlan tudományos eredményeket biztosítson, hanem újabb, apróbb, nagyobb tapasztalatokkal, információkkal segíteni azt a tevékenységet, amit árvízvédelemmel, árvízvédekezés címszó alatt lehet összefoglalni.